Egyre több KFOR katonát látni Koszovó északi részén, ahol a szerbek laknak. A NATO parancsnoksága alatt működő nemzetközi békefenntartó haderő egységeire az elmúlt hetekben tapasztalt feszült légkör miatt volt szükség. A KFOR illetékesei helyi sajtónyilatkozatokban egyébként nem is titkolják, ezek az intézkedések azért kellenek, hogy gyorsan tudjanak reagálni az esetleges biztonsági kihívásokra. Kosztur András, a XXI. Század Intézet kutatója itt van most velünk a vonalban. Mert hogy lehetnek szeptembertől ilyen biztonsági kihívások? Lehetnek. Ugye ennek a kockázata régóta fennáll. Szerbia és Koszovó viszonya egy rendezetlen viszony gyakorlatilag már 20 éve, és ugye nyilván ez, amikor 2008-ban Koszovó kikiáltotta a függetlenségét, és ezt a nyugati államok egy jelentős része elismerte, akkor ez gyakorlatilag csak fokozódott. Mai napig ugye rengeteg rendezetlen kérdés van, amit ugye gyakorlatilag az európai integrációs folyamat során reméltek korábban megoldani, tehát hogy Szerbiával az EU, illetőleg Koszovó olyan módon kötnek kompromisszumot, hogy gyakorlatilag az európai integrációért cserébe esetleg Szerbia hajlandó lenne valamilyen engedményeket tenni a koszovói kérdésben. Ugye mivel maga az integrációs folyamat ez megtorpant, ezért a koszovói kérdés is kiéleződött az elmúlt években. Ugye már tavaly ugyanez a probléma, ami az idén is felmerült. A probléma lényegét azt jelenti, hogy a koszovói hatóságok érvényteleníteni akarják Koszovó területén a szerb dokumentumokat, tehát beleértve például az autók különböző regisztrációs okmányait, tehát a rendszámokat is érvénytelenítenék, de gyakorlatilag a személyi iratokat is. És ezt nyilván a szerb kormány a helyi szerb lakosság érdekeire hivatkozva nem tűri el. Ugye tavaly már szintén a pattanásig feszült volt a helyzet, tehát ugyanez a hasonló helyzet alakult ki, mint idén. Szintén a koszovói különleges osztagok bevonultak a koszovói területek északi részén fekvő szerb lakta részekre, és több emelt letartóztattak, ugye gyakorlatilag idén is erre került sor, tehát, és nyilvánvalóan a szerb kormány erre mindig azzal reagál, hogy a harckészülségbe helyezi a hadseregét, és nyilván felvonul a koszovói határ mentén. Ugye szerencsére eddig még konkrétan a koszovói és a szerb, tehát a hivatalos szerb állami csapatok összeütközését sikerült elkerülni, bár lövöldözések voltak most a legutóbb is, de nem a szerb és a koszovói csapatok között, hanem a helyi szerb lakosság egyes képviselői kerültek összeütközésbe a koszovói hatóságokkal, de tehát eddig ugye a két állam közötti összeütközést azért sikerült elkerülni. Tehát most ugye egy újabb halasztásra került sor, ezt a rendeletet, ami augusztus 1-ével lépett volna érvénybe, most szeptember 1-én szeretnék a koszovói hatóságok életbe léptetni, valószínűleg ugyanaz fog történni, tehát ismét kiéleződik majd a helyzet. Fordíthatjuk ezt úgy, amit mondod, hogy itt az integrációs folyamat lelassult, lefordíthatjuk ezt úgy, hogy Koszovó zsarol az integrációja cserébe, vagy annak újra felpörgetéséje cserébe? Hát ugye itt nyilván természetesen Koszovónak is megvannak a maga a céljait, ugye tehát az integrációs folyamat egy inkább Koszovónak a patrónusai, tehát támogatói felől került úgymond képbe, tehát nyilvánvalóan volt itt egy probléma, ami úgy tűnt, hogy enyhül, de végül ugye tehát az integrációs folyamatnak a megakadása miatt ez az enyhülésre nem került sor. Ugye láthatjuk, hogy az elmúlt hónapokban, években a boszniai kérdés is ismét napirendre került, ismét aggodalmak merültek fel a Boszniával kapcsolatban is, tehát látható az egész Nyugat-Balkánon egy olyan tendencia, ami a korábbi konfliktusoknak az ismét felbukkanásával jár. Ugye ezek voltak azok a konfliktusok, amiket tehát abban bíztak, hogy a Nyugat-Balkán gyors euróatlanti integrációja majd megold, mivel ez a folyamat megtorpant, ezért ezek a problémák sem oldódtak meg, és nyilvánvalóan a hosszú lappangási periódus után gyakorlatilag most ismét láthatjuk, hogy ezek megjelentek, ezek különböző államközi, illetőleg etnikai konfliktusok ismét napirendre kerültek. Tehát ennek egy ilyen vonatkozása van. Koszovó nyilvánvalóan a saját érdekeit szeretné érvényesíteni, és megpróbálja kihasználni azt, hogy az Egyesült Államok és Nagy-Britannia is egyértelműen többek között az ő oldalán áll, míg ugye Szerbia ilyen szempontból nem feltétlenül támaszkodhat sok mindenkire, pláne nyugaton. Ugye Oroszország volt például az, aki azt mondta, hogy mindenben támogatja Szerbiát, de közvetlen támogatást egy katonai összeütközés esetén ugye nem tudna nyújtani. Ráadásul ugye Koszovó területén ott vannak a NATO csapatok, most ugye nyilvánvalóan a NATO vezetése azért alapvetően, tehát hogyha az Egyesült Államokra gondolunk, vagy akár Nagy-Britanniára, az egyértelműen a koszovói vezetés felé húz, tehát nem biztos, hogy egyszerű békefenntartói funkcióban szállnának be ebbe a konfliktusba, és nem foglalnának állást. Pontosabban, hogy Szerbia tarthat attól, hogy elképzelhető, hogy a NATO csapatok állást foglalnának a konfliktusban Koszovó oldalán. Ugye nyilvánvalóan erre hivatalosan nem kellene, hogy sor kerüljön, hiszen békefenntartó funkcióval vannak ott ezek a csapatok, de nyilvánvalóan Belgrádnak ezt is mérlegelnie kell. Na jó, de akkor viszont fordítsuk le, ebben a helyzetben, amit most ön fölvázolt, mit jelent Vučić szerb elnöknek az a mondata a napokból, hogy a NATO végezze a feladatát, különben Szerbia maga védi meg a koszovói szerbeket? Mit várnak a NATO-tól? Hát éppen nyilván erre utalnak, tehát hogyha a koszovói hatóságok ismét különleges műveletekbe kezdenének a Koszovó északi szerbek lakta területein, akkor nyilvánvalóan Szerbia azt várná el, hogy a KFOR erők akadályozzák meg az erőszak eszkalálódását, akkor is, hogyha azt a koszovói hatóságok kezdeményezik. Most ugye itt ez nyilvánvalóan egy nehéz és vitatott kérdés, hiszen ugye a NATO államok többsége elismeri Koszovónak a függetlenségét, majd rámondva a Koszovó joghatóságát is azokon a területeken értelemszerűen, tehát ez egy belügyi kérdés az ő szempontjukból, és például Magyarország szempontjából is. Koszovó belügye gyakorlatilag az, hogy milyen intézkedéseket tesz a saját területén belül. Most nyilvánvalóan, hogyha erőszakos incidensekre kerülne sor, Szerbia álláspontja az, hogy valójában ezt a KFOR-nak meg kellene akadályoznia. Más kérdés, hogy ugye a NATO csapatok hogyan tekintenek a saját szerepükre, tehát hogy csak abban az esetben alkotnának-e közben, és próbálnának a két fél közé állni, hogyha államközi incidensre kerülne sor, vagy ténylegesen fellépnének akár a koszovói és a helyi szerb erők összeütközése esetén is. Más kérdés az, hogyha nyilván kiélesedne a helyzet Koszovó északi részén, akkor beavatkozhatnának a szerb csapatok is, és ugye nyilván az már egy súlyosabb incidensekhez vezethetne. Ja, tehát nyilván itt teljesen más elvárásokkal fordulnak a különböző felek a koszovói erők felé, és ugye tulajdonképpen arról van szó, amit ugye az előbb is említettem, hogy az a fő kérdés, hogy tehát Szerbia számára az lenne fontos, hogy a KFOR tényleg békefenntartó legyen, és mindenfajta erőszakos incidenst megakadályozzon. Nyilvánvalóan, mivel a NATO államok többségének az álláspontja az az, hogy Koszovó egy független állam, ez gyakorlatilag szerb szempontból nézve már azt jelenti, hogy Koszovó mellett foglalnak állást ezek az államok, tehát gyakorlatilag nem elfogulatlanok és semlegesek, hanem gyakorlatilag az egyik félnek a pártját fogják. Ugye nyilván ez egy értelmezési vita, hogy meddig eszkalálódhat a helyzet, az nehéz kérdés. Nyilván Szerbia számára kockázatos lenne bármiféle közvetlen katonai akciót kezdeni, bármi történik is. Nyilvánvaló viszont, hogy teljesen tétlenül sem érthetik, hogyha a koszovói hatóságok megpróbálják valamilyen drasztikus módszerrel rendezni a szerb kérdést, az nyilvánvaló, hogy a szerbek, tehát hogyha szeptember 1-én ismét megpróbálják ezt a rendelkezést érvényre juttatni, akkor a helyi szerbek ennek ellen fognak állni. Ugye Vučić elnök nemrég vetette fel, hogy a helyi szerbek kivonulhatnak majd az összes koszovói intézményből, ugye elsősorban a politikusokról van szó, de hogyha a helyzet ezután se rendeződne, akkor gyakorlatilag a bírók, rendőrök, ügyészek, tehát minden más hivatalnok is gyakorlatilag feladná a koszovói állami pozícióit, tehát nyilvánvalóan ez a gyakorlatban azt jelenteni, hogy idővel párhuzamos intézmények jönnének létre valószínűleg a koszovói szerb területeken, tehát ez... Bár ugye ezt nem mondta ki Vučić, de nyilvánvalóan e felé mutatna ez a folyamat. illetőleg Koszovó számára kezelhetetlenné válna ez a szerbek lakta terület, hogyha minden helyi lakos, minden szerb kivonulnak koszovói intézményekből. Igen, sok kérdést vett fel egyébként ez is, de sajnos véges az időnk, úgyhogy akkor még egy Vučić nyilatkozatra hat, vagy ide csatolható egyébként, és ennek határmesdjén kezelhető nyilatkozatra még hadd kérdezzek rá, azt mondta Vučić, hogy ők kompromisszumos megoldásra törekednek, de a koszovói fél erre nem mutatott eddig hajlandóságot. Azt feltételezhetjük, vagy feltételezhetünk külső ösztönzőket a koszovói vezetés döntései mögött? Nem zárható ki. Ugye legutóbb az Egyesült Államok az pont fékező hatással volt Koszovóra, tehát ugye elvileg az Egyesült Államok hatására mondott le Koszovó arról, hogy már augusztus 1-én életbe léptesse ezt a rendeletet. Ugye most azt pedzegetik sokan, hogy a britek állhatnak Koszovónak tehát a koszovói kormánynak az eszkalációs lépései mögött. Ugye a britek az elmúlt időszakban egyre élénkebb tevékenységet folytatnak a Nyugat-Balkán területén, beleértve ezt ugye Boszniát és Koszovót is, tehát nyilvánvalóan annak tehát van egy egyértelmű irányultsága is a politikájuknak, ugye tehát elvileg az orosz és kínai befolyást szeretnék visszaszorítani, és ugye ennek a fészkét látják gyakorlatilag Belgrádban, illetőleg láttatják, tehát ugye ezért általában kritikusak nagyon Szerbiával szemben, és a Szerbiával vitában álló feleket támogatják, úgyhogy nem kizárható, hogy a britek támogatják Pristinát és a koszovói vezetés szándékait, úgyhogy nyilván ugye ezt konkrétan nem tudhatjuk pontosan. Az, hogy a legutóbbi alkalommal az amerikaiak kérésére álltak el a koszovóiak, az egy nyilvános információ, amit mind a két fél elismer.